Tehát csak simán rátetted volna, akkor is működik a fizikális hatás. De az energetikai hatás akkor nem működik. Most az energetikai hatás, nyilván a csakra gyertyák úgy vannak kódolva, hangolva, de a terapeuta teszi hozzá az energetikai hatást, hogy milyen. És itt lehetett szépen érezni, hogy ő neki lehetett nagy valószínűséggel sérülés vagy blokk, hogy a nem egyformán ment az energia le a lábba. Lehetett érezni a melkas területét, hogy a belső szervek nem egyből tudtak rá rezegni a testi energetikai folyamatokra, valahol jobban ment, valahol kevésbé ment. Ezért kell, hogy terapeuta a csí tudja áramoltatni, amit mindig mondok, hogy a kezeket használjuk, alkalmazzuk, dolgozzunk a kezeinkkel, hogy a kezeinkkel lássunk, hogy az energia térben hol vannak a különböző blokkok, lerakódások, gyülemek és egyebek. Egy idő után lehet szépen érezni, hogy a gyertya honnan húzza ki ezeket a kis lerakódásokat. És hol vannak, amit ő nem tud megdolgozni, ha engedi az ő gyógyító ereje, akkor a szépen óvatosan meg lehet mozdítani, belehúzva a gyertyába, és a gyertya azt tudja közömbösíteni. Most, hogy ez a hatás ez fog tartani körülbelül 1-2-3 hétig, és utána nyilván a környezeti ártalmattól függően visszarendeződhet az állapot, de annyira nem, mint amennyire volt. Ez nyilván az életmódtól, életviteltől függ. Itt is szépen el lehet állítani a csípőnél, térnél, melkas, has, mell területénél, fogak, ingyek területénél, hol voltak azok a kis pici blokkok, ahol olyan érezheted, hogy egy ilyen emelkedik, bizserél, és utána hirtelen úgy átbukik, mint a víz, amikor elér egy bizonyos magasat, és utána átbukik a gátnak a tetején. De olyan hasonlót lehet ilyenkor is érezni energetikailag, amikor szépen megy. És akkor a gyertya egy ilyen töltsért alakít ki a térben, ugye néhányan ezt lehet is érzékelni, látni, és a töltsér bedolgozom, ezt behúzom bele, és olyan, mint egy örvény, ez az örvény kiviszi a térből az ő benne lévő energiatereket, amiket éreztél, és hogy szépen úgy megvan. Jó? Ilyenkor mondjuk hagyjuk egy picikét, ha fülgyertyát csinálni, akkor nyilván oldalára fordul majd azt is majd meg fogom mutatni. Jó? Mit éreztél valahol, amiket érezted, hogy hol vannak a energiablokkok? Érdekes, a bal lábomban sokkal hamarabb éreztem, holott a bal lábom működött. A jobb lábokban nehezen akart elindulni, úgy, ahogy mondtad, azt annyira lehetett érezni. És a másik, ahogy átmelegítette az egész belsőmet, éreztem, hogy sokkal könnyebb, sokkal felszabadultabb lettem. És olyan képek jöttek elém, hogy nekem nagyon jól esett. Tehát az a tisztaság, az a könnyedség. Ezekre itt is lehet érezni a mellkasnál, a mellterületénél. Érezted a fogadat? Azt nem. Viszont a mellkasnál jobban éreztem. Hogy jobban érezted. Aha. Jobban éreztem. Akkor lehet, hogy majd az is majd érdemes. Jó? Oké. Köszönjük szépen. Óvatosan lassan lehet majd fel.